Srácok, készen álltok? Igen, nyerni fogunk! És ti készen álltok? Igen, mindig készen állunk! Széntépjük őket, fiúk! Ne stropáld magad! Gyerünk akkor! Benz! A barátom amúgy a legjobb játékos. Benz, gyerünk! Kamil! Csajok, mit csináltok? Kamil? Ki az a Kamil? Az ellenfél csapatában van. Benz, gyerünk! Nem érdekel minket. Kamil! Imádom a kosárlabdát. Feleségül fogok menni egy kosarashoz. Fresh, $100 fogad Kamil csapat győzelmére. Nem fogadok inkább senkire. Abból a 100 dolcsiból inkább veszek egy új könyvet. Könyv moly! Volt a táskában egy csupa csupsz. Kérsz? Nem, köszi, Babu. Oké. Amina, sok időd van a festésre, el fogunk késni a meccsről. Steph, ne sürgess, már csak be kell fejeznem a bajnoki szót. Nem tudjuk nélkülözni a bajnokot? A játék már elkezdődött. Nem, a bátyám fog játszani ma este, szurkolnom kell neki. Oké, szerintem mire végzel a festéssel, a játéknak már vége lesz. Ne aggódj, Steph, megoldjuk. Ó, Mandy, milyen szennyát eszel? Pulykás a csak. Ó, én nem kaptam, pedig imádom a pulykát. Örülök neked. Ó, Mandy, miért nem cserélünk? Én adok neked egy csirkét és pesztót, te add nekem a pulykát. Nem csak. Megvan a szennyád, szóval akkor edd meg. Én már eszem a pulykás szendvicsem. Ó, Mandy, nézd, mi van az ablakba. Mi az csak? Á, semmi. Ó... Elég fura ízű ez a pulyka. Olyan, mint a csirke és a pesto. Ez egy rossz szendvics. Kamil! Hova lett a villany? Félek a sötétbe! Tensz, ne nyrényálj, vissza fog jönni. Oké, skacok, ne esetek pánikba. Majd én gondoskodom erről. Biztos csak áramszünet van, maradjunk együtt. Ó, ember, még csak most kezdtük el! Biztos Benz volt. Tudták, hogy ki fognak kapni. Doug, te csináltad ezt. Nem, én azt hittem, hogy te csináltad. Nem, hát itt játszom veletek, hogy csinálnám? Mi a franc ez? Kíváncsi vagyok, ki kapcsolta le a villanyt. Ó, ember, azt hiszem, hogy elrontottam a plakátot. Azt hiszem, hogy sötétben nem fog menni. Menjünk, keressünk valakit, és majd kiderítjük, hogy mi történt. Hoppá. Mi a franc van? Ki kapcsolta le a villanyt? Ó, hát ilyen még nem volt az egyetemen. Megyek is megnézem. Csak várj! Nem leszek itt egyedül a sötétben. Veled megyek. A skacok, kint van valami. Ezt látnotok kell. Szent ég. Oké, valaki elmondaná, mi a helyzet. Kabi, esetleg nem tudod, hogy miért ül a földön gyertyákkal? Szerintem elment az esze. Gabi, imádom ezt a csupacsupszot, remélem soha nem fogy el. Bubble, ennek mi köze van a csupacsupszhoz? Ember Benz, megpolodulok, kérdezd meg, mi folyik itt. Mert én is kiakadok, meg kell kérdezni. Lehet, hogy elátkozott valamit. Nem létezik olyan, hogy átok sztori. Moon, mi folyik itt? Lekapcsoltad a villanyt? Nem. Akkor ki csinálta? Csak, lehet, hogy te oltottad le a villanyt. Én? Max, nem! Mandyval az ebédlőben voltunk, és pulyka szendvicset ettünk. Csak, én ettem pulykát, te pedig csirkét és pesztót. A villanyt Helga dédnagyim szelleme kapcsolta le. Köszönj neki, most itt van. Nem félek semmitől, én megrettenthetetlen vagyok. Az ön mi a franc? Ferébe Benz, én félek, valaki kiadott az ajtót. Láttad? Leesett a poszter. Benz, idegesítő vagy, ez csak egy vázlat. Most meg valaki becsukta az ajtót. Oh. Moon,
Megkérdeznélek, hogy minek hívtad be a dédmamát szellemét az egyetemre? Nem kell már több szellem ide az egyetemre! Nem én hívtam, csak ide jött hozzám. Biztos hiányoztam neki. És meddig lesz itt? Nem érzem jól magam az idegenekkel az egyetemen. Remek csupa csupsz! Kérdezd meg tőle, majd ő megmondja. Oké, és belőlem beszélhetsz a szerelemmel is, ez az, amit szeretek. Valószínűleg hívott egy villanyszerelőt, amik ketten itt ültek és beszélgettek a szellemmel. Először is megkérdezem, Moon dédmama szelleme minek van az egyetemen? Ha? Mi olyan érdekes? Hogy mi? Szórakozni jött. Nem akarok szórakozni. Bócok vagyunk, hogy szórakoztassuk Moon dédmamáját. Dance, te bóc vagy? Nem. Hulk, te bóc vagy? Nem, úgy nézek ki, mint egy bóc. Jászos fazom, ne veszélj, azt hallottam, ha felidegesíted a szellemet, akkor bal szerencse fog követni életed végéig. Értem, akkor leállok. Kérdezhetek valamit, Helga asszony szelleme, te egyedül vagy itt, vagy még van még itt valaki? Laura, nézd, a nyíl magától mozog, tényleg itt van a szellem. Ez kamu, a nyíl nem tud magától mozogni. Értem, ez kamu, a nyíl egy madzaggal van megkötve, és Moon irányítja, hadd lássam. Hol a madzag? Mondjad, hogy irányítod? A boszorkány nagy bajban van, szerintem leleplezték. Ó, ne, kifolytam a gyalókából. Nincsenek megkötve, nem én irányítom, a szellem irányítja. Rendben, akkor feltezek egy kérdést. És a nyílra tartom a szemem, és mindenki figyeli Moon kezét. Szellem, válaszoljon, hogy hívják a barátomat? Honnan tudtad, hogy Benz volt a barátom? Hát úgy néz ki, még Helga szelleme is tudja, hogy kicsoda Laura fiúja. Leállsz a hülye kérdésekkel? Mi a bajod? Ezek normális kérdések. Mandy, kérdezz valamit Helga szellemétől. Helga szelleme, mondd el! Kamil lesz a pasim? Szellem nélkül is megmondom, nem! Soha! Soha nem leszek a pasid! Kamil, te vagy Moon dédmamája? Én tőle kérdeztem. Az mit jelent? Hülye szellem. A leglazább kérdésre sem tudsz válaszolni. Már itt sem vagyok. Szerintem Mandy haragszik Helgára. Van egy kérdésem. Helga szelleme, mondd meg, gyűjthetünk pénzt az elhagyott állatok megsegítésére? Ezt tudtam, Moon dédmama szellemének köszönhetően. Hulk, ez tényleg ijesztő. Valószínűleg mennem kell. Senkinek sem volt, hogy megmentettem. Haha, béna. Hülye. Dylan, nézd csak, kérdezik a fiúk az egyértelmű kérdéseket. Moon, meg tudod kérdezni a dédmamát? Valaha egybe fogunk elni. Erre a kérdésre simán tudok neked válaszolni. Nem, nem és nem. Megmondtam, keresd magadnak egy új barátnőt. Fogd be, majom! Te fogd be! Emlékeztetnélek arra, hogy mindenki csak egy kérdést tehet fel. Psst, Goofy! Mi zubába? Feltetsz nekem egy kérdést, kapsz itt egy rágót, ígérem. Oké, tesó, nincs mit. Helga szelleme, mondd meg neki, hogy kapok egy új PlayStation-t. Micsoda? Milyen PlayStation? Miről dumálsz? Csesz meg a rágód! Igen! Új PlayStation-t fogok venni! Goofy, egy jó tanács. Uralkodj magadon. Elnézést, Maxanár úr. Kérdésem van. Helga szelleme, kivitte el a 100-szor szépemet? A francba, tesó, bocs. Nem azt akartam. Összecseréltem a szekrényeket.
Milyen csendes? Hadd kérdezzek valamit. Helga szelleme, igaz, hogy feliratkozás nélkül nézel meg egy videót és nem tetszik, akkor életed végig bal szerencséd lesz? Hú, még szerencse, hogy feliratkozva nézem az összes videót. Úgy érzem, hogy lassan veszek egy Lamborghinit. Megnyomtad a csengőt? Persze, hogy megnyomtam. Hé, lúzerek, de gondoljátok, hogy csak ti vagytok okosak, én és a fiam is csináljuk. Igen, like, feliratkozás, csengő. Szeretnék kérdezni valamit, ha nem gond. Csak előre szólok, hogy ne nevessetek rajta. Puzzle, kérdezned kellene valamit. Nem akarom, hogy egy hülye kérdést tegyél fel. Helga dédmama szelleme. Igaz, hogy a csajok szeretik, ha a fiúk nem borotválják a hónajukat? Minden héten? Azt hiszem, gondban vagyok. Valaki nem borotválja a hónalját. Puzzle, tényleg nem borotválod a hónaljadat? Nem, én leszoktam borotválni hónajam, csak kérdeztem, a poén kedvéért, tudjátok. Szeretnék valamit kérdezni tőled. Nem, én. Nem, én borotválom. Én borotválom. Azt hiszem, csak megtalálta a villanyszerelőt. Milyen villanyszerelő? Feldühítetted a dédmamámat és elment. Ó, ez nem izgi. Menjünk, skacok. Ti hisztek a szellemekben? Lájkoljatok minket és iratkozzatok fel! Kattintsatok a csengőre, várjátok a további részeket. Hello mindenkinek! Can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate. I just need a couple minutes. Tryna lowball me.